Köszönöm, kívánok, ez a Hír 24 rövid kiadása. Összeházasodott Nyári Irén és Farkas Elemér. A páros esküvőjét milliók ülték végig a képernyők előtt, de az utcákon is százezrek vonultak fel. Városszerte lezárások, forgalom elterelések voltak. E szertartás alatt a 3-as metró csak a Margit szigeten járhatott, az 1-es villamos második megállóját pedig ideiglenesen áthelyezték Fonyódra. Az esküvőhöz minden kollégám nevében nagyon sok boldogságot kívánok. Nem mindenki osztozott a házasságkötés örömében a hazai celebvilágban, ugyanis közeli barátok is lemaradtak a vendéglistáról. A belvárosi elit értelmiség csalódott. Emberi kapcsolatok mentek tönkre, többen is így fogalmaztak. László Pál ezekben a percekben is járja a várost. Igen, nagyon sokan panaszkodtak arról, hogy nincsenek meghívva erre az esküvőre. Itt Elemérék új lakásánál, Újlipóciában is többen megállítottak például engem, és arra panaszkodtak, hogy sem levelet, sem e-mailt nem kaptak még idáig. Az okokra mi is kíváncsiak voltunk, ezért elmentünk néhány emberhez, és megkérdeztük őket. Tulajdonképpen te sejted, hogy te miért nem vagy meghívva erre? Én nem tudom, hát egyszerűen halálra vagyunk pukkadva, Marian el sem jött a felvételre. Szerintem azért, mert utálják a padődő zenéjét, hát ilyen egyszerű. Vagy kevés kaja van, nem tudom, de nagyon rosszul esik. Van, aki nem panaszkodik, hanem inkább fenyeget. Elmorzsoltam egy könycseppet a szemem sarkában. Belegázolt a lelkem rózsakertjében, amikor kínáltam teát a teaházam előtt. Akkor elfogadtak, megittak. Azt hittem, hogy haverok lettünk. Elköszöntünk egymástól, megismertelek. Bíztam benne, hogyha az esküvő lesz, akkor meghívsz. Úgyhogy most kész. Ezzel nekem betett a pohár. Legyek ennek, hogy legközelebb is, hogyha találkozunk, viszek ki neked teát. Megkínálom téged is, a feleségedet is. De azért nem arra, hogy az, hogy nem hisz meg az esküvődre, kikérem magamnak. Az amorózó pedig beteg lett. Itt vagyunk most a forgatáson, ez most egy picit lehet, mert nem vagyok jó állapotban idegileg. Aztán nem tudom, hogy tudom-e folytatni, mert ugye most ez az esküvő, Irénnek és Elemérnek, és nagyon úgy tűnik, hogy nem hívnak meg. Én vártam a levelet, meg az e-mailt, és nem jött, de azt mondta a doktor úr, hogyha szedem a gyógyszereket rendesen, akkor nem lesz baj. Nyilván erről a bolondos estéről Irén mesélt Elemérnek is. Én nem gondolom, hogy ez egy akkora történet lett volna. Nyilván a disznóállarcot mindenki használja ilyenkor, meg egy pici bolondosság volt benne. Ez egy este volt, vagy talán kettő, ezt nem tudom, de nem volt ez hosszabb, én szívesen elmentem volna, és így most egy picit fáj, mindegy, Irén hívjál, hát tudod, a számomat rátetováltam a csuklódra, úgyhogy oké, kösz. A szakma szabályai szerint ugye egy forrás, nem forrás. Itt most legalább három forrásról van szó, illetve majdnem négyről. Ezek tehát a tények. László Pál, Hír 24. Új parti drogot azonosítottak a budapesti éjszakában. Az Irénre keresztelt tudatmódosító természetes alapanyagokból készül, hatására a fogyasztók hajhálóban és fürdőköpenyben érzik csak jól magukat, miközben a falat bámulják. A szer blokkolja azokat az érzékeket, amelyek például segítenek különbséget tenni férfi és nő között. Az sem ritka, hogy ebben a bódult állapotban többen házasságra adják a fejüket, Irént közben kivonták a forgalomból. Vagyonosodási vizsgálatot kezdeményezett a Fidesz frakciója a Farkas Elemér és felesége Nyári Irén ellen. Rogán Antal szerint mára egyetlen magyar állampolgár sem engedheti meg magának, hogy nyaralni menjen, külföldre végképp nem. Így lett gyanús a friss házasok egyiptomi nászútja. Benyó Rita tudósít. Lezárták a feldühödött nász nép elől a Kossuth teret, és ahogy látszik mögöttem, még most is zajlik a tüntetés itt. Kövér László ugyanis rendkívüli parlamenti ülést hívott össze, és törvénymódosítást is kezdeményez. Az egyiptomi nyaralás kapcsán kirobbant botrányt az ellenzék is kommentálta most már. Szerintük csak azért vizsgálják a Farkas házaspárt, mert egy olyan hírműsorban dolgozik, amely gyakran dolgoz fel kormánykritikus híreket. Megkerestük egyébként Farkas Elemér és Nyári Irén munkáltatóját is, ahol nem csodálkoztak azon, hogy luxusutazásra van pénzük. Egyáltalán nem vagyunk meglepődve ezen. Sem én, sem a kollégák.
Az a szaktudás, amit ők képviselnek itt a televízió szinten Magyarországon, az szinte páratlan, egyedülálló. Ami a fizetésüket illeti, csak annyit mondanék ki, hogy nem tudjuk honorálni a fáradozásukat a megfelelő módon, napi szinten kell már korrigálnunk a fizetésüket fölfelé. A Fidesz büntető adót vetne ki az egyiptomi utakra, azon felül is külön megadóztatva, ha valaki friss házasként utazik oda. Benyó Rita, Hír 24. Megkezdték annak a budai irodaház parkolójának a kiürítését, amelyet a jövőben a farkas házas pár egyedül fog használni. Bodrogi János üzemeltetési vezető szerint a ritka gesztus nem csupán a megbecsülés jele. Farkasékat közeli barátai ugyanis új autóval lepték meg, amely különleges méretekkel rendelkezik. Az autó miatt a falakat és az oszlopokat is mozgatni kellett. Azt az információt kapta a cégünk, hogy Farkas Jelenél kollégánk, mivel hétvége lesz az esküvője, barátaitól egy Rolls-Royce Phantomot kapott ajándékba, ami 3 méter széles és 9 méter hosszú limuzin, és emiatt a garázsa problémánk lesz, hogy hogy fog itt közlekedni. Ezért valószínűleg ezt a szintet teljesen átadjuk neki. A vezetési tudásáról annyit, hogy rosszul vezet, ez az oszlopokat is lehet, hogy kell kapnunk innen. Tegnap délután már elkezdtük a kiürítést, látható egy pár autó van itt, a tulajdonosok nyaralnak, de ahogy visszajönnek ma-holnap, ez is kiürítésre kerül. Most kaptuk a hírt, hogy a bőkezű barátok ellen is vagyonosodási vizsgálat indul. Farkasék tiltakoznak a vizsgálat ellen. Egy friss kutatás szerint tovább tart azoknak a házassága, akik egy speciális pózban himi-humiznak a nász éjszakán. Török Réka megtudta a titkot. Melyik pozitúra garantálja a hosszú házasságot? A hosszú házasságot az a pozitúra garantálja leginkább, amikor a feleség, a friss feleség az ágyban gyertyállásba felmegy. A férfi, a férje jobb kezével megtámaszkodik a falnál, és bal kezével a havi csekkeket folyamatosan végig pörgetve gyakorlatilag olyan közös élményt élnek át, ami egészen garantáltan biztosítja a hosszú távú házasságot. Tehát most már mindenki tudhatja, hogy a hosszú házasság titka a szex és a csekkek összehangolt koordinálása. Az első hitvesi csók után 15 perccel 3,7%-kal emelkedett a hazai GDP. Elemzők szerint az esküvő boldogság rohamokat váltott ki a munkavállalókban országszerte, így fordulhatott elő a jelentős emelkedés. A NASZ út hírére meredeken emelkedni kezdett az egyiptomi tőzsde is. Brüsszeli források szerint, ha holnap estig kitart az emelkedés, januártól Magyarország lecserélheti a forintot és bevezetheti a kelet-német márkát. Farkas Elemér és Nyári Irén esküvője miatt megszakította a 3 hetes bagdadi nyaralását Barack Obama, és Egyiptomba repült a házaspár fogadására. Bakos Piroska a helyszínről tudósít. Jó napot kívánok! Az amerikai elnök rögtön két különleges ajándékkal is kedveskedett az ifjú párnak. Egyrészt felajánlotta nekik az elnöki különgépet, hogy azzal utazhassanak el nászútjukra ide az egyiptomi Sharm el-Sheikhbe. Másrészt viszont elővigyázatosságból rögtön küldött egy oxigénsátrat is a géppel, mondván, hogy az afrikai ebola járvány se akadályozhassa meg a fiatalokat abban, hogy bátran kalandozhassanak szerte Afrikában. Majd az elnök váratlanul bejelentette, hogy vagyonosodási vizsgálatot kezdeményez saját maga ellen, így szolidarítva Farkasékkal. Erre rögtön jött a hazai válaszreakció, Molnár Zsolt, a Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke bejelentette, hogy nincs szükség erre a vizsgálatra, hiszen a legfrissebb és nemrég feltelepített kémprogramokkal bizony az amerikai elnököt is megfigyelik. Obama nem sokat foglalkozott ezzel a magyar megjegyzéssel, ellenben nagyon sok boldogságot kívánt az ifjú párnak, és természetesen sokszoros gyermekáldást is. Igaz? Marci. Új őrület váltja fel a jeges-vödrös kihívást. A Ringo has mozgalom Egyiptomból indult el, és elsősorban nászutasoknak ajánlják, és az ebola járvány sebességével terjed a világban. Németh Árpád összeállítása. A török Zadielhez hasonlóan napok alatt bárki kockás hasra, szálkás sem rugalmas alkatra tehet szert, hirdetik Sharm el-Sheikhben.
a városról Sármos el Emírnek elnevezett hastáncot a leghatékonyabban a szenvedélyes nászi szaka után lehet elsajátítani, ezért még a Vöröstenger partján fekvő fapados szállodákban is az utasok kegyeiért versengve a legváltozatosabb bajzószerekkel várják az utazástól pillett párokat. A lepedő akrobaták helyi tömegközlekedési eszközökön utaznak a versenyre. A népszerű szólás, a ring mint Irénen a szabja, éppen hangulatjavító mozgalom nyomán terjedt el. Élőben közvetítette a CNN amerikai hírtelevízió azt a pillanatot, amikor Angela Merkel német kancellár SMS üdvözletet küld Nyári Irénnek és Farkas Elemérnek házasságkötésük alkalmából. Merkel szerint Magyarországon a rendszerváltás után 25 évet kellett várni arra, hogy történjen valami. És ez ma megtörtént. Az üzenet fogadását is milliók követték a Twitteren. Videó üzenetben gratulált Kim Jong-un, észak-koreai diktátor is, aki a boldogító igen alkalmából 12 közép hatótávolságú rakétát lőtt a tengerbe, majd egy úszóversenyt is szervezett Farkas Elemér és Nyári Irén tiszteletére. A Hír 24 minden kedves munkatársa nevében sok-sok boldogságot kívánunk az ifjú párnak, a nász éjszakát pedig élőben nézhetik itt a Story 5 nézői éjféltől. Viszlát!